Köszöntöm a Presszó nézőit! A Klúdi emlékév jegyében telt az elmúlt hétvége. Szombaton ünnepélyes keretek között megnyílt a Klúdi emlékszoba a Fodor Sára tájházban, vasárnap pedig az Ingyencek a szó legszorosabb értelmében belekóstolhattak, milyen is az igazi századelei hangulatú Klúdi Gábli. De az idei értéktárnapon is a modern magyar prózaírás kiváló mesterének kora és szellemisége volt a fókuszban. Egyebek mellett ezekkel a témákkal is várjuk Önöket, tartsanak velünk! Ünnepélyes keretek között nyitották meg az elmúlt szombaton a Klúdi Gyula emlékszobát a Fodor Sára tájházban. A különleges alkalom Klúdi Gyula halálának 85. évfordulójához is kötődik. Az író emlékszobáját a Klúdi Gyula Városi Könyvtár munkatársai állították össze, mely egy éven keresztül lesz megtekinthető. A Klúdi Gyula emlékszoba falán elhelyezett információs tablókon sok új érdekesség is található, mely az író, illetve őseinek múltját mutatja be. A kutatások során derült fény arra, miként került Klúdi Gyula Várpalota környékére. A mostani kiállításnak a legfontosabb újdonsága, hogy összeszedtük Radics Mária családját. Összeszedtük az anyakönyvekben elérhető összes olyan bejegyzést, ami egyértelműen a családhoz kötődik. Ebből tudjuk azt, hogy Klúdi Gyula azáltal kötődik Várpalotához, hogy Radics Mária családja ide kötődik ehhez a térséghez, egész konkrétan Isztimérhez. Tehát a Radics József és Volein Mária, a Radics Mária szülei, azok Isztiméren házasodtak. Radics József, hogy került oda, azt még nem tudjuk, de a Volein család az egy isztiméri sváb család, akik már ott éltek, és hát erre a környékre így került Klúdi. Aztán átjöttek Várpalotára, 1850-ben itt született református templom melletti házban az édesapja Klúdinak, az író Klúdinak, aki ugye szintén Klúdi Gyula volt. Ez a katolikus bejegyzésekben látszik. Campanari Talabér Márta polgármester örömét fejezte ki az emlékszoba létrehozása kapcsán. Mint mondta, Klúdi műveiben többször megjelent a rejcsúr, mely némely tekintetben a vár felújításakor is vissza fog majd köszönni. A házakot ugyan nem lehet visszaépíteni, viszont a vár mögötti parkot úgy igyekeztek kialakítani a tájépítészek, hogy az új park az egykori rejcsúr vonalát követi majd. Nagyon büszkének kell lennünk arra, hogy őt Várpalota írójának nevezhetjük, és hogy egy ilyen nagyszerű irodalmára van a városunknak. Sali Noémi irodalomtörténész, muzeológus Klúdi Gyula nagymamáját, Radics Máriát helyezte előtérbe beszédében. Véleménye szerint a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja nagyanyjának köszönhetően vált kiváló íróvá. Klúdi családjával nem nagyon sokat foglalkoznak az irodalomtörténészek, pedig nagyon-nagyon érdekes, és most én is sok újdonságot tudtam meg, mert a kollégák olyan adatokat ástak elő levéltárból, amikről én se tudtam, senki se tudott. Úgyhogy a tudományos jelentősége a dolognak az, hogy előkerültek új információk, előkerültek új levéltári, tehát hiteles adatok. Az is egy boldogság, hogy Radics Máriának egy eredeti régi asztala várpalotaiak jó voltából megkerült, és most itt van. Igaz, hogy meg van terítve rajta, minthogyha várná Mari néni az unokáját, de azért alá lehet egy kicsit kukucskálni, egy rendes békebeli igazi bakonyi asztal, nagyon szép. És így elmondhatjuk, hogy van egy hiteles tárgy a szobában, ami valóban az ő bútorai közé tartozott. A muzeológus hangsúlyozta, igaz, hogy Klúdinak állít emléket a szoba, azonban a saját értelmezésében inkább az író nagyanyjának, Radics Máriának a szellemisége az, ami erőteljesen jelen van az ódon falak között. Különleges nap ez számomra. Egy olyan meghívót kaptam, hogy emlékszobát avatnak a tiszteletemre. Abban a városban, amely a szívemben lakozik, több szempontból is, hiszen itt született az ügyvéd édesapám, és itt élt Radics Mária asszony a nagyanyám, akinél gyakran megfordulok. Radics Mária adta Klúdi kezébe az 1001 éjszaka meséi könyvet is, melyből aztán kibontakozott az egész Szimbád mitológia és a novellák sokasága.
Egy csomó olyan apró részlet világli ki ezekből a történetekből, amik Krúdi egész habitusára innentől kezdve másképpen világítanak rá. Tehát az a nagymama, aki ott él Nyíregyházán, egy portán, de nem egy házban a fiával, és ott a menye, akit ki nem állhat, aki ennek a mi Gyulánknak az anyja. És ez a gyerek ott keres menedéket a nagymamánál rendszeresen. És azért tudjuk jól, hogy minden gyerek számára, ha megadatik neki a nagyszülő, akkor az igazi hagyomány átadó az mindig a nagyszülő. Az sose a szülő, mert a szülővel szembe az ember mindig lázad, a szülővel mindig szembe pofázik. És a nagymama köténye az a hely, ahol el lehet bújni az apai pofonok elől, és a nagymama köténye az a hely, ahol a történetek teremnek, ahol a mesemondás van. És most bontakozik ki az én számomra is, hogy micsoda nagyszerű asszony volt ez a Radics Mária, és hogy micsoda hatással lehetett ő valamikor Krúdira. Az írózsenit Pócsik József igazgató személyesítette meg. A zenei hangulatról a Turi Gitár Trió gondoskodott. A két évtizedes múltra visszatekintő Szinbád vacsorák után első ízben rendeztek irodalmi villás reggelit Várpalotán. A Krúdi emlékév jegyében az elmúlt vasárnap egy négyfogásos Krúdi Gábli menüt kóstolhattak végig az Ínyencek a Túri várban. Szajmóka friss kenyérrel, kertek friss salátája budgyantott tojással, tárkonyos vadgombaleves vajasgaluskával, sörben pácolt marhalábszárbécsi pereccel, valamint szalakális málnás házi krémes. Ezeket a finomságokat kínálták a Túri várban a múlt század elő hangulatát idéző gasztronómiai esemény vendégeinek. Természetesen a különleges fogásokhoz különleges italok is dukáltak, olyanok például, mint az ágyas pálinka, a pikuló barnaser, a szekszárdi kadarka, vagy éppenséggel a retro üveges szódavíz. Az a szerencsés helyzet van, hogy ez az első várplótán, ez a Gábli. Előzménye van, hiszen a Szindbád vacsorát már 98 óta folyamatosan megrendezzük. Ez valami ahhoz hasonló gasztronómiai esemény lesz, csak most nem egy vacsora, hanem egy villás reggeli Gábel früstük, vagy röviden Gábli. Ezt ugye Kródi Gyula ilyen 11 óra tájt fogyasztotta, hiszen ő tudjuk, hogy későn kelő és későn fekvő ember volt, és éppen ezért későn is reggelizett. Most egy ilyen Gáblit fogunk itt végigenni. Az ízletes ételek és italok felszolgálása közben a rendezvény két házigazdája, a televízió képernyőiről is ismert Bede Róbert mesterséf, valamint színész humorista barátja Szőke András szórakoztatták a villás reggeli vendégeit. A sztárpárostól egyebek mellett azt is megtudhatták, hogy a főételek előtt miért, illetve hogyan kell a legmegfelelőbb módon elfogyasztani az aperitifet, de azt is elárulták, mi a titka a jó budgyantott tojás elkészítésének. Fölöntjük a tojást, beleöntjük az ecetes, enyhén zubogó forrásban lévő vízbe a tojást, majd, mivel az ujjunk nem bírja a forrót, egy kanál segítségével elkezdünk gyorsan körözni körülötte, és miközben örvényt keltünk a forrásban lévő ecetes sós vízben. A tojás fehérje nem fog szétszaladni, hanem szépen körbe járkál, és gyönyörűen fölveszi azt a kis gömb alakot. Mint ahogy azt már a korábbi Szindbád vacsorákon is megszokhattuk, a Krúdi Gáblin is Pócsik József vállalta magára Krúdi szerepét. A Gábli az nem áll olyan kis hagyományos reggel, hogy fölkerünk reggel 6-kor, megeszünk egy tojást, vagy egy szendvicset, aztán annyit dolgozni. Nem, annak szertartása van, kérem. Hoztam egy novellát, női arckép kisvárosban, amely egy kedves Szindbád történet, akár olyan, mint egy kis regény, mert hiszen Krúdinak az a különlegessége, hogy regényt is ír, novellát is ír, de a novellái nem olyan klasszikus novellák, a regényei nem igazán klasszikus regények, hanem inkább novella fűzérek, de maga egy-egy novella is akár végig gondolható, és egy egész kerek nagy történetet lehet belőle alkotni. A villás reggeli mellé járó hangulatos cigányzenéről Mihók István prímás és zenekara gondoskodtak.
Klódi emlékév jegyében zajlott az elmúlt vasárnap az idei értéktárnap. A Túrivár udvarán a modern magyar prózaírás kiváló mesterének korát és szellemiségét idézte minden, a kézműves foglalkozástól, a kackiás bajszú verklisen keresztül, egészen a gasztronómiai kínálatig. A szív és az ész, együtt mindenre kész, mindig előre néz, légy merész, cél az ész. A Helyi Értéktár Bizottság 2014 óta tartja meg az értéktárnapot, mellyel a városi és a környékbeli értékeket karolják fel és népszerűsítik. Galambos Szilvia elnök köszöntőjében hangsúlyozta, ezek a múltunkat képező, illetve velünk élő értékek, melyek Várpalotának, valamint az itt élőknek az identitását és a gyökereit adják. A program minden évben hagyományosan egy adott tematikára épül, idén a Krúdi Gyula emlékév jegyében a modern magyar prózaírás kiváló mesterének korát és szellemiségét idézték meg. Most már sokadik értéktárnapot rendezzük meg, és ezzel meg tudjuk mutatni a várpalotaiaknak is, meg a várpalotán túliaknak is, hogy milyen sokféle értékkel rendelkezik a városunk, mert azt gondolom, hogy Krúdi Gyula sincsen bent a köztudatban, mint ahogy sokáig nem volt benne Túri György sem igazán, tehát hogy nem ismerjük a saját értékeinket, és az, hogy emlékéveket tartunk, azok azért is fontosak, hogy azok az értékek, amelyekre adott évben fókuszálunk, azok egy kicsit jobban bekerülnek a köztudatba. Campanári Talabér Márta a polgármester beszédében kiemelte, Túri Györgyhöz hasonlóan folytatni kell a krúdi kultusz építését, hiszen bátran nevezhetjük őt Várpalota írójának, akire méltán lehetünk büszkék. Idén Krúdi évet hirdetett a város, amihez mi híven csatlakoztunk, és ennek a mai értéktárnapnak minden mozdulata, minden szegmense Krúdinak a világát próbálja tükrözni, a kiskocsmai hangulattól, az ételeken keresztül, a palotai álmok süteményen, a krúdi szeleten keresztül. Számos hangulati és egyéb elem szolgálja a krúdi emlékezetnek a megidézését. Az értéktár napon minden krúdi korát idézte. Krúdi hangulatához tartozik, hogy velocipéddel lehet itt biciklizni, verkli zenét tudunk hallgatni. A gyerekek a múlt század elején viseletes egyedi kiegészítőket készíthettek, a fiúk úri cilindereket, míg a lányok különféle főkötőket alkothattak. Emellett korabeli népi játékokkal, valamint hagyományos lengőtekével is várták a családokat. Természetesen a gasztronómia is fontos szerepet kapott a Krúdi Gyulához kapcsolódó értéktárnapon, ahol közönségcsalogató ételeket és a város cukrászdái által alkotott várpalotai ihletésű süteményeket is kóstolhattak a kilátogatók. A várudvaron mutatta be fergeteges főzőtudományát, megbolondítva egy nagy adag komikummal, Bede Róbert mesterszakács és Szőke András színész humorista. A páros Krúdi kedvenc ételeiből szemezgetett. Tegnap én főztem egy nagyon-nagyon kellemes paprikás mártást, tehát egy ilyen pörkölt alapon készülő, nagyon sok csonttal készülő fűszerpaprikás, paradicsomos zöldpaprikás mártás, amit tejfölös habarással sűrítettem, tejszínnel dúsítottam, leszűrtem, és ezt fogom majd megpirított sertésszűzre ráönteni falatkákkal. Szeretnék egy szardinia krémet, bármilyen furcsa is szardinia, nagyon egyszerű konzerv, mert nyilván nálunk konzervből működik, de már Krúdi idejében is működött ez a dolog. Reszelt kemény tojás kerül, keményre főzött reszelt tojás kerül bele, reszelt hagyma, vaj, só, citrom, és esetleg egy pici bors, és ez rozskenyérre kenve, ez lesz ugye a bemutatkozó falatka, és sikerült utánam keresnem annak, hogy Krúdi nagyon szerette a palacsinta tésztában sült tököt, paradicsom salátával és kapros tejföllel, úgyhogy most cukkinit fogunk készíteni, ha nem is palacsinta tésztában, hanem úgynevezett sörbundában, bőforró olajba sütve, és paradicsom salátát. A két ismert személyiség összeszokott párost alkot, ezt mutatja az általuk megteremtett jó hangulaton túl az is, hogy már több éve dolgoznak együtt. Hát mint egy rossz házasság, ha szabad ilyet mondanom. 11 éve ismerjük Andrást, 2007-ben készítettük el a Szárnyas Fejvadászok című sorozatunkat, és gyakorlatilag a mi
munkásságunk azóta tart együtt. Tehát azt mondom, 11 év, az már azért komoly együttlét. Jó néhány fesztiválon vettünk részt együtt, jó néhány fellépésünk volt, és hát igyekezzük öregbíteni egy picit, nem csak a gasztronómia hírnevét, tehát nem csak az ételeknek a hírnevét, hanem egy picit magát a kommunikációt, vagy azt mondom, a jó hangulatú, humoros, közvetlen együttlétet az emberekkel. Az eseményen bemutatták a várpalotai evangélikus templomot is, mint helyi értéket. A pápai református kollégium és művészeti szakgimnázium még 2017-ben részt vette a Magyarországos Levéltár a reformáció 500. évfordulójára emlékező versenyén. Erre készítették a diákok a templom építését rekonstruáló tablókat, melyeket most a palotai közönség is megtekinthetett. Az idei értéktárnap egyik különlegessége volt az úgynevezett pincérfutás, melyen a gyorsaság és precizitás mellett ügyességre és egyensúlyérzékre is szükségük volt a vállalkozó szellemű jelentkezőknek. A játékos vetélkedés lényege az volt, hogy egy megadott útvonalon minél gyorsabban juttassanak el egy pohár bort és egy süteményt egy képzeletbeli vendéghez. A fürge mozdulatok közben nagy odafigyelést kellett fordítani arra is, hogy a tálcán lévő ne dünnelötyögjön ki. Oliver jön. A versenyen 4-en indultak, közülük Nagy Oliver lett az első. Bárki kezdeményezheti helyi értéktárba kerülését bármely általa értékesnek vélt dolognak. Persze megvan a törvényi háttere, hogy mi az, ami helyi értéknek, megyei értéknek és országos értéknek tekintendő, de mi igyekszünk mindig a legnagyobb körültekintéssel eljárni, és még olyan érték nem volt, amit mi elutasítottunk volna. Úgyhogy amit a várpoltaiak kezdeményeztek, az általában értékké vált. Úgyhogy várom a felterjesztéseket, amit segít Pintér Anikó kollega, hogyha megkeresik a polgármesteri hivatalban. A helyi értéktárba 2014-es megalakulása óta számos helyi érték került már be. Ilyenek például a Túrivárban található középkori freskók, a bakonyi cifraszűr, vagy éppen a várpalotai bányász sportkör. 2017-ig 23 értéket vettek fel az értéktárba. Ezeket, illetve beterjesztőiket emlékplakettel ismerték el a vasárnapi eseményen. Helyi, illetve környékbeli civil egyesületek, klubok, valamint baráti körök is bemutatkoztak egymásnak és a lakosságnak az elmúlt szombaton a Túrivár mögötti téren. A Várpalotai Kistérséget Civilek Szövetsége immáron 12. alkalommal rendezte meg a civil napot, ahol egy látványos katasztrófavédelmi bemutatót is láthattak az érdeklődők. Bakony Szíve Alapítvány, együtt az Egészségért Természetgyógyász Egyesület, Csupa Szív Nagy Családos Egyesület. Csupán néhány szervezet azok közül, amely képviseltette magát, amint egy 15 magát bemutatni kívánó egyesület részeként az idei civil napon. A Város Szépítő és Védő Egyesület már a kezdetek óta részt vesz az eseményen. Az országos és nemzetközi szinten is elismert civil szervezet 4 kiadványt is megjelentetett eddig a tevékenységéről, de már zajlanak az egyesület fennállásának 30. évfordulójára tervezett, soron következő 5. kiadvány előkészítő munkálatai is. Rendszeresen szerepelünk különböző rendezvényeken, programjainkat olvashatják, tudósítások jelennek meg róla, különösen a várpalotai hírekben vagy a naplóban, de másutt is. Tehát országos nyilvánosságot is kaptunk, hisz ha jól emlékszem, akkor ön is ott volt, és tudósíthatott a 35. ugye, várpalotán rendezett országos tanácskozás és konferenciáról,
azt megelőzően regionális találkozót szerveztünk, azt megelőzően megyeit, és azóta is tartjuk ezt a koordinációt és kapcsolatrendszert, amelyben legutoljára egy előadásomban azt is felelevenítettem, ez decemberben volt az Értéktár rendezvényen a Várban, hogy milyen nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk. Tehát így módon nekünk úgy gondolom, hogy szerencsénk van, hisz a tevékenységünk egyrészt sokszínű, másfelől pedig olyan tevékenységeket folytatunk, amelyek ha elsősorban ugye a szellemi szférában, iskolákban, ezen kívül az értelmiség körében is mindenképpen fontos. 15 esztendeje működik Várpalotán az Együtt az Egészségért Természetgyógyász Egyesület. A civil szervezet minden évben ősztől tavaszig szervezi programjait a tagság számára. Ezeken az alkalmakon többek között jogázhatnak, valamint egyéb egészségmegőrző programokon és előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők. Gyógynövényekkel kapcsolatos gyógyító növényekkel, gyógyító ételekkel, akkor orvosokat szoktunk meghívni különféle egészség témákkal, akkor most a legutóbbi témánk egy nagyon érdekes egy ilyen testgyakorlat volt, ami a jogától kezdve több mindent magába foglal, és nagyon nagy sikere volt ennek is. Itt szeretném, van a sok lehetőség. Jaj, de jó, gyere, üljél! Az állandó szervezetek mellett idén is bemutatkoztak új egyesületek a civil napon. A Búzavirág Gyermekekért Egyesület először képviseltette magát a rendezvényen. A gyermekkori fejlődési zavarokkal élő gyermekeknek, illetve családjaiknak segítő szülői közösség megalakulása óta folyamatosan szervez felvilágosító szakmai előadásokat, illetve különböző terápiákat. Ami most fut, az a LUTTA, a tartásjavító, illetve iristerápia, emellett a lovasterápiát is el tudtuk hozni városunkba, de autizmus specifikus, vagy éppen hallássérülteknek is mind-mind vannak gyógypedagógusok, akik tudják vállalni a gyerekek fejlesztését egyénibe vagy csoportosan. Most idén úgy néz ki, hogy a NEA pályázat, működési pályázatból is sikerült némi pénzhez jutnunk. Majd most fogjuk átnézni, hogy mire mennyit tudunk költeni. Ha minden igaz, akkor bérleti díjra is futja, és akkor remélem, hogy szeptembertől már bérelni tudunk saját helységet pluszba, ezen felül, és akkor oda pedig eszközök, saját eszközökkel felszerelve nagyon szép fejlesztő központot szeretnénk nagyon rövid időn belül Várpalotán létrehozni. A felsorakozó standok között szintén új csoportként jelent meg a Gyerekpalota Alapítvány, akik családi vetélkedővel és egyéb játékokkal is készültek a civil napra. A Gyerekpalota Alapítványnak több tevékenység köre is van. A legfőbb tevékenység köre az az, hogy családoknak nyújtson szórakozási lehetőségeket. Éppen ezért ugye megnyitottuk 2017. novemberében Várpalota első játszóházát. Második és egyben legfontosabb tevékenységi köre pedig különböző rendezvények szervezése, illetve tréningek tartása. Ezek a tréningek és rendezvények is kimondottan a családokra fókuszálnak, arra, hogy a családokat összehozzuk, tehát hogy minél többet legyenek együtt a családok, ne csak egymással éljen, a családtagok ne egymás mellett éljenek, hanem egymással. Van egy, akkor ez. Igen. Az esemény egyik érdekessége volt az a Nordic Walking bemutató, melyet csatlakozva az országos egyesületükhöz a Cukorbetegekért Alapítvány Várpalota szervezett az alkalomra. A Botra fel elnevezésű akcióban a résztvevők a Túrivár körül tettek egy sétát egy erre a célra kifejlesztett speciális bottal. Ez a mozgásforma a szakemberek szerint ugyanis kifejezetten jó hatással van a szervezet vércukorszintjének rendben tartására. A cukorbetegek legnagyobb gyógyszere a séta, és az országos egyesület, aminek mi is tagja vagyunk, szervezte meg ezt a Botrafel akciót, méghozzá azért, mert ez a Botrafel, a Nordic Walking az, amelyik a legjobban megmozgatja az összes izmot a testünkbe. Ugye nagy terhelésnek nem lehet kitenni a cukorbetegeket, viszont ez egy olyan mozgásforma, ami nagyon hat arra, hogy nekünk jó legyen a cukorértékünk.
Várpalota lélekszámához képest jelentős számú civil szervezet működik településünkön. A paletta széles, amely minden érdeklődési kört kortól nemtől függetlenül ki tud elégíteni. Legyen akár az életvitelhez, az egészségmegőrzéshez vagy a hagyományápoláshoz kapcsolódó szervezeti tevékenység, mondja a Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetségének ügyvivője dr. Dobos Tamás. Ennek a civil napnak az apropója és a létjogosultsága, hogy itt azon szervezetek, amelyek úgy gondolják a településen, hogy kell egy olyan rendezvény, ahol meg tudnak mutatkozni, és hasonló problémákkal küzdő szervezetekkel együtt vannak, vagy hasonló érdeklődést mutató szervezetekkel vannak, akkor van lehetőség arra, hogy egy kicsit együtt legyenek, kicsit kötetlenebbül, és hát megmutathassák a lakosságnak magukat. Az Adj egy órát Várpalotáért képviselői keretből a civilek támogatásokat is kérhetnek az önkormányzattól, amely jelentős összeg, véli az ügyvivő. Aki szerint azonban az a legfontosabb, hogy az egyesületek a tevékenységeiket önálló módon, akár uniós vagy kormányzati pályázatok elnyerésével is tudják finanszírozni. A civil nap leglátványosabb eleme a Nagy Durranás nevet viselő katasztrófavédelmi bemutató volt, melyben a tűzoltóság, a mentők és a Bakonyharcki Képzőközpont munkatársainak részvételével egy a gyakorló téren bekövetkezett több sérüléses balesetet, illetve a sérültek helyszíni ellátását szimulálták a szakemberek.